Nos, hát akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Kicsit hangos voltam, de nem baj. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm srácok. 74 like jött a videóra. Hát nem tudom szavakba kijönteni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek. És látjátok ti is, hogy nagyon-nagyon kevés az időm. Tegnap javítottam a hopperek gyorsaságán. Ma meg behoztam még egy új dolgot, amivel majd egy kicsit így talán a feszültséget valamivel meg tudjuk oszlatni. Tehát, ja. Látjátok, hogy itt van nálam egy arcade láda. Először most az arcade ládáról szeretnék beszélni. Ugyanis, hát pár embernek volt, hogy eltűnt, stb. 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 Például, hogy kiütötte, beszívta egy másik hopper, tö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 t
Ugye erről látjátok, hogy ez mind arcade láda. Azaz. Ha én ezt most kiütöm, akkor visszakapom szintén az arcade ládát. Tehát, ha kiütöd, akkor nem ki fogja droppolni neked az Isten nyilába, hanem szó szerint visszakapod az inventoridba. Ezáltal nem lesz meg az, hogy nem azt fogja csinálni, amit neki kell, hanem igenis nem fogja elszívni semmi, nem tudja felvenni senki, hanem ami a tied, és te raktad le, és a te szigeteten van, azt visszakapod az inventoridba. Szóval ez egy eléggé jó kis dolog. És ha netán ugye most nekem is volt például egy ilyen, hogy néha bugzódik a plugin, lerakod, és itt ezt írja, hogy arcade láda, kiütöd, és visszakapod, és most már normális. Tehát most már igazából ezt is kifixáltuk, tehát ja, úgyhogy már ez is megvan oldva. Na most akkor, ugye, hát eléggé elárultam nagyon-nagyon magamat ezzel, hogy zöld, meg ilyesmi, meg minden. Hát igen, a villager. Hát a villager az most viszi a prémet, de elég rendesen. Meg is mutatjuk. Várjál, először per shop reload. Igen. Nézzük meg most. Elvileg 3900 az eladás jár. Hát az úgy azért elég erős, és a villager nem csak két itemet droppol, hanem 6 itemet droppol, és... Vagyis hát 6 itemet droppolhat 0 és 6 között, és 67% esélye van itemet droppolni. Tehát ha megnézed, minimum 4 itemet fog droppolni, vagy 3-at, és azért az már elég erős, hogy 3 itemért kapsz 10.000 dollárt. Szóval, igen, elég jó OP a cucc, elég jó OP. Hát, hogy is mondjam, itt most a képernyőn láthatjátok az árakat. Jó pár dolgon azért változtattam, tegyük fel. A pigmen az most eléggé megérős lett. Hol van? Nem itt? Itt van. A pigmen az most 2300, mert ugye a pigmen volt eddig a leggyengébb, amit így nem feltétlenül erőltettek, nálatok a pigmen lett most a második spawner. Szóval eléggé OP. A creeperen gyengítettem, a blazen gyengítettem, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a 74 lájkot. Tehát nagyon-nagyon brutális ez a szám, és azt, hogy ennyien játszottuk a szerveren, mert igenis, lassan minden nap meg vagyunk 100-an, 110-en, és az átlag játékos szám lassan megüti a 80 játékost, 80-90-100 játékost, aminek nagyon-nagyon örülök. És most így bejelentem, hogy ha valaki youtuber szeretne lenni, ahhoz nem kell igazából 2 milliárd feliratkozó, nem kell 20.000, 70.000, stb. Ha néznek sokan live-ba, tegyük fel 15-20 néző van már live-ba, és úgyhogy nem szerveren szedted össze, hanem alapból megvan ez a nézőtábor, de akkor nyugodtan jelentkezz nálam, akár egy videó alatt, akár TeamSpeak-en, mert igenis várom az ilyen embereket, és látjátok, hogy igazából itt nem sok youtuber van, aki ténylegesen azért van itt, mert szereti a szervert, és jó. Szóval, ja. Srácok, hogyha erre a videóra is kicsapjátok a 60 lájkot, 60 lájkot, és 10-re fönnébb bentem, tehát szerintem ez is easy-be meg lesz, akkor a kövi meta az egy, hogy is mondjam, egy az, amit az a spawner droppol, az egy rohadt nagy dolog. Tehát minden creeperhez, minden villagerhez, mindenhez képest nagy. Magasságra az Endermannél nem nagyobb, de szélességre sokkal szélesebb. Tehát olyan 2-2,5 blokk széles, most így ráhetszelem. Aki, és szürke színű, más nem mondok.
És nyilván, ami droppol az adott cucc, az is szürke színű. És ha 60 like meg lesz, akkor az lesz az új meta. És megkockáztatom, hogy a villager árán is lesz. Meg ami fontosabb dolog, mivel a villager lett most az új meta, és eléggé clickbaites volt, vagy hát clickbaites, elárultam. Így most 20 millió lett a villager spawner ára. Szóval mondom, srácok, ha meg lesz a 60 like, akkor az lesz az új meta, az a szürke cucc, ami szürke cuccot droppol. Szóval, ja, a spawnerek árait, amikor arról beszéltem, azt már láthattátok. Az árkédládás cuccot bemutattam. Igazából nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, ennyien fent vagytok, és ennyien nézitek a videókat. Egyszerűen brutális. Tehát nagyon-nagyon brutális. És hogy vesztek rangot is, vesztek ki, tehát ennek is nagyon-nagyon örülök. Szívből esküszöm, következőre össze fogom írni a neveket, és láthatjátok majd, hogy kivett rangot abban azon a héten, kivett kitett, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon örülök. Na jó, srácok, nem is húzom tovább az időt igazából. Ha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a like-ot, ha azt szeretnétek, hogy az legyen az új meta. És akinek van ez, az amúgy nem írja le kommentbe, mert lehet, hogy egymás között elbeszéltek, de leírjátok kommentbe, rájön egy csomó ember, mert van, aki nem jön rá. Jó, mondjuk a falusi az elég egyértelmű volt. Tehát az elég egyértelmű volt. Na mindegy, nem húzom tovább a szót. Ha azt szeretnétek, hogy az legyen a meta, akkor meg kell legyen a 60 like, és ha megvan a 60 like, akkor kurva boldog leszek. Köhöm, köhöm, köhöm. És az lesz az új meta. Na csöööö!